Micsa, a fekét környezetvédelmi miniszter szerint elérhetőek a céluk, amelyeket kitűztek a betétdíjas visszaváltási rendszer bevezetésével. Januárban már több mint két millió italcsomagolást váltottak vissza. A vásárlók ugyanakkor arra panaszkodnak, hogy gyakran csak nehézkesen működik a visszaváltás pozitíva véleménye a környezetvédelmi miniszternek arról, hogy miként működik a betét díjas visszaváltási rendszer. Még gyerekcipőben jár, mondta, azonban egyre nagyobb számokra számíthatunk a visszaváltásokat illetően. Szerinte elérhetőek azok a célok, amiket a retúró bevezetésekor kitűztek. Az emberek véleménye viszont megoszlik a programról. Aki látja ennek környezetvédelmi hasznát, az értékeli, mások pedig csak a nyűgöt veszik észre benne. Ez egy nagyon jó dolog, mert újra hasznosítjuk az anyagokat, és jó lenne, ha bármelyik palackon lenne jelzés. Ha nincs rajta az adott jelzés, akkor a gép nem veszi el. És jó lenne, ha nagyobb nyílása lenne az 5 literes palackok számára, és általában bármilyen palack újra hasznosítható lenne. A visszaváltási procedúrát viszont nehezíti, hogy a nagyobb áruházak automatái nem működnek megfelelően. Többször eldugul a gépezet, vagy nem fogadja el a jelzéssel ellátott palackot. Ilyenkor nehéz találni egy alkalmazottat, aki orvosolja a hibát. Most az előbb voltam, és eldugult, dugulva, most megint eldugult, akkor hívnia, akkor dugulják ki, hát ez nem az dolog nem a legjobb dolog. Én nem nagyon szeretem. Mások szerint csupán a hozzáállásunktól függ, hogy mit teszünk a palackokkal. Ez egy okos dolog. A civilizált országok ezt csinálják. Mi is próbálunk felzárkozni, de nagyon, nagyon, szégyenlős léptekkel haladunk előre. A környezetvédelmi miniszter azt is kiemelte közösségi média bejegyzésében, hogy az elkövetkező időszakban egyre több ámbálás vagyis betétdíjas csomagolás jelzéssel ellátott palackokkal, alumínium dobozokkal találkozhatnak a vásárlók, míg nem teljesen felváltják a kód nélküli csomagolásokat. Erre a határidő június 30-a, ezt követően nem hozhatók forgalomba italok kód nélküli csomagolásban.